Lehet egy gyors indítás, előre lehet rugni. Szabó Valentin zavarhat. Be kell futni, és el kell vinni a kapus mellett, még mindig ott van. Átteszi a másik lábára, és berúgja a labdát. Vezetünk. Nagyon szép volt, már bevallom, attól féltem, hogy a végén elpepecseli. Egy gyors ellentámadás után Pataki előre rúgta a labdát, aztán Szabó Valentin szépen megtartotta, nem rúgta el egyből, megnézte magának azt a sávot, ahol el lehet passzolni a labdát, és hiába futottak vissza a kispesti védők, a hálóban kötött ki a labda. A szöglet, és a fejes! Egy percen belül egyenlít a Budapest Honvéd. Kocsis, egyből indít, futhat Szabó. Meg kell szerezni. Jól van. Megvan a labda, aztán jön a beadás, és a fejes gól! Megint egy gyors ellentámadás. Pontosan érkezett bent középen Gyűri Benyámin, és a kapus nem jött ki. Jön be a szöglet. És egy fejes, és gól! 2-2. Ezt most meg kell játszani nagyon okosan Berzsenyi. És indít küllővel, Sós, óriási zicser, és elcsúszik Sós, de még meg tudja tartani, és nem rúgja el a kapus mellett. De ott van még Győri előtt, jön a beadás, aztán megint Sós. Nyertünk egy pontot, vagy elveszítettünk kettőt? Nyertünk, és meg veszítettünk is két pontot. A történethez hozzátartozik az, hogy a heti munkába kicsit változtattunk, illetve a játék felfogásunkon is változtattunk. Egy szervezett csapatot láttam, így a pályán kívül. Ugyanakkor az elveinket nem adtuk fel, hiszen voltak olyan lehetőségeink így a saját térfélen történő labdaszerzés után, amikor gólt is szereztünk, illetve volt még benne lehetőség. Illetve az a két pontrugás gól az kicsit bosszantó. Úgyhogy ebből kiindulva én azt mondom, hogy egy igazságos döntetlen született, egy jó mérkőzésen, és örömteli volt számomra, hogy a csapat ilyen szervezet volt. Végre tudtunk játszani egy jó mérkőzést, és tényleg azt vette észre az ember, hogy igenis 11 ember, mert akik tartalékok beszálltak, hogy tényleg egy irányba húz, úgyhogy ez nagyon pozitív volt így a jövőre nézve.